röviden a stroke az az agyi történésekkel kapcsolatos dolgokat jelenti. Két fő részre lehet ezeket osztani, vannak az iszkémiás eredetű sztrókok, és vannak ugye a vérzéses eredetű sztrókok. A vérzéses eredetűek azok a kb. 20%-ában fordulnak elő az összes sztróknak. Ez gyakorlatilag az agyvérzés, amikor egy ér elreped, és emiatt vér kerül ki az érpályán kívülre, és ez fog majd valamilyen mértékű agykárosodást okozni. A nagyobbik része a sztrókoknak, az az úgynevezett iszkémiás eredetű, amikor is valami miatt egy érszűkület alakul ki, egy elzáródás, egy vérrög jelenik meg valamilyen módon valahol az agy egy erében, és ez a szűkület, vagy ez a teljes elzáródás azt fogja eredményezni, hogy a mögöttes terület nem fog vért kapni. Ha pedig az nem kap vért értelemszerűen, akkor annak megfelelő tünetek fognak majd megjelenni, illetve ha elhal az agy, akkor az sajnos már visszafordíthatatlan károsodást jelent. Miért is fontos, hogy ismertessük ezt a sztrókot, és miért is van ugye a mai nap? A fejlett államokban a sztrók az a harmadik leggyakoribb halálok. A betegek, akik sztrókot kapnak, azoknak sajnos a harmada meghal, és a túlélőknek a fele viszont az önálló életre nem lesz képes. És ez, ami nagyon fontos, hogy ezen tudunk mi majd segíteni, ez az önálló életre nem képes, ez nagyon-nagyon le tudja terhelni, mondjuk ki őszintén, mind a családot nagyon leterheli, mind a rendszert le tudja terhelni, és hát ugye az egyének is ez egy nagyon rossz, hogy ő nem tud önállóan élni, amit előtte teljesen szabadon tehetett. És ami meg nagyon fontos, hogy mi ezért tudunk segíteni, mert ha ez az iszkémiás eredetű stroke történik, akkor ha időben a beteg a kórházba bekerül, és ezt az elzáródást meg lehet szüntetni, akkor gyakorlatilag az addigi tünetek megjavulhatnak, gyógyulhatnak, és a beteg maradandó tünetek nélkül, vagy minimális tünetekkel, de mindenképpen önálló életre képesen jön ki ebből az eseményből. Mikor gondoljunk sztrókra? Hogyha azt veszük észre a betegen, ami nagyon látványos a saját hozzátartozónkon vagy valakin. Ugye nekünk az a tapasztalatunk, hogy a legtöbb ember azért a saját hozzátartozóján fogja ezt majd észrevenni, hiszen éli a mindennapi életét, és persze az utcán bármikor belefuthatunk ebbe, de a leggyakrabban a saját környezetünkben hozzátartozónkon fogjuk ezt látni, akit egyébként mi ismerünk, és azt látjuk hirtelen rajta, hogy az arca megváltozik, hogy az egyik szájzug lóg, nem olyan szimmetrikus az arc, mint egyébként szokott neki lenni. Vagy már, ha nem is annyira látványosan, de amikor elkezd beszélni, beszéd közben látjuk, hogy a szájzug az egyik, az lógni fog neki. Aztán ugyanilyen látványos tünet, hogy az egyik oldal, valamelyik oldal gyengül, vagy teljesen bénultá válik. Ez mozgás közben megint csak fogja majd jól láthatóvá tenni, hogy az az oldal nem úgy mozog. Aztán, ha beszédzavara lesz a betegnek, ami az addigi beszédmódján fog majd meglátszódni, hogy ő nem így szokott beszélni, érthetetlenebbül motyog, nem tudja kimondani a szavakat, látjuk, hogy próbálja kimondani, keresi, de nem jön össze, vagy érthetetlenül motyog, de mindenképpen észre fogjuk venni, hogy ez most nem úgy beszél, mint ahogy szokott, ez egy látványos beszédzavar. Hogyha elkezd hirtelen szédülni, nem az, hogy napok óta, egy már régóta szédülős betegnél, hanem egy ilyen hirtelen kialakuló szédülés, és ehhez időnként társul látászavar. Nem jól lát bizonyos dolgokat, neki megy dolgoknak, vagy egyszerűen azt mondja, hogy nem látok úgy elhomásodik, valamilyen látászavar jelenik meg. Ezek azok az első riasztó tünetek, amiket nagyon könnyedén észre lehet venni, és ezeket mindenki láthatja. Nagyon látványos az a szájzug lógása. Beszéd közben ránézünk és látja. Szintén szoktunk ilyeneket látni, hogy evés közben egyszer csak azt venni észre, hogy
eszi a levest, és folyik a szájából ki az a leves. Nem úgy eszik, mint szokott. Azt mindenképpen akkor azonnal észre kell vennünk, és látszik, hogy nem tud nyelni, vagy nyelési zavara is lesz neki, de ha le is tudja nyelni, evés közben egyszerűen folyik a szájából ki az étel. Látszik, hogy az egyik oldala gyengébb vagy bénult. Meg is kérhetjük, hogy mikor látjuk azt, hogy valami nem stimmel, hogy gyere már ide létre, nyújtsd már ki a karodat, emeld már föl, tarts már meg a karodat. És az egyik oldalt szépen emeli, a másikat vagy egyáltalán nem tudja megemelni, vagy ha én megemelem az ő karját, és mondom, hogy tartsd meg egyszerűen a karodat, ebben semmi különleges feladat nincs, és azt látom, hogy nem tudja megtartani, hogy gyengén lóg, vagy teljesen le is ejti a karját. A lábánál ugyanez. Ez ágyban fekvő betegnél ugyanúgy megfigyelhető, időseknél, akik már azért nem járnak, ágyban fekszenek, ilyenkor persze figyelembe veszük az egyébként izomerőt, ami náluk van, és tudjuk azt, hogy jó, oké, hogy gyengébben mozog, de azt észre fogjuk venni, hogy ez most nem az a gyengeség, ami egyébként rá jellemző, hanem hogy ez az egyik oldal nem úgy mozog, mint kellene. Mit tudunk mi tenni, hogyha ezeket a tüneteket észleljük? Először is ugye, mint minden esetben, mennyire van biztonságban, biztonságos a helyszín, illetve maga a beteg, hiszen ezek a szédülések, ezek a megszédülések, ezek a látászavarok, ezek a gyengeségek okozhatnak veszélyhelyzetet, egyszerűen elesik, ráesik valami, leesik valahonnan, hogyha valahol fönt van, magasban dolgozik, és úgy történik mindez, vagy vezetés közben jön rá ez a rosszul lét, kerékpározás közben. Tehát ilyen veszélyhelyzetekre gondoljunk, akkor azt azonnal meg kell szüntetni, álljon le, üljön le, feküdjön le, valahogy tegyük biztonságos ezt a környezetet. Vizsgáljuk meg, hogy akkor ténylegesen mit látunk, és hogyha látjuk az eltérést, akkor azonnal hívjunk segítséget. Hogy ez a segítségkérés a szokásos segélykérő telefonszámokon történik, a 112-n, vagy a mai napon még majd fogok beszélni az életmentő applikációról, majd hogy nem mindegy, az a lényeg, hogy azonnal kérjünk segítséget a mentőktől. Nem az ügyeletet hívjuk ilyenkor, nem a házi orvost hívjuk, hanem azonnal az ügyeletet kell, a mentőket kell hívni, hiszen itt minden egyes perc valóban a beteg esélyeit fogja javítani vagy rontani. Amikor fölhívtuk a 112-t, akkor onnantól egyszerű a dolgunk, hiszen ő majd fog nekünk segíteni. Kérjünk bátran segítséget, hogy és addig most mi mit tegyünk, de ő egyébként is fogja majd mondani, és járjunk el az ő utasításai alapján. Nagyon nagy dolgokat nem fog tőlünk kérni, annyit, hogy nézzük meg, és majd ő mindig az aktuális helyzetnek megfelelően mondja, hogy mit tegyünk. Addig, amíg a mentő kiérkezik, mert azonnal természetesen a mentő el fog indulni, addig annyit tudunk segíteni, hogyha van egészségügyi dokumentáció, azokat előkerítjük, összeszedjük, a gyógyszereket, amiket esetleg szed, azokat szedjük össze, és próbáljunk információt szerezni, mert nagyon fontos, hogy mikor kezdődtek a tünetek, mikor vettük ezt észre, és mikor volt az az utolsó állapot, amikor még nem volt semmi baj. Nagyon egyszerű helyzetben vagyunk, hogyha éppen ott vele tartózkodunk, és egyszer csak azt látom, hogy hirtelen lóg a szája, megy egy vagy vacsora, egy ebéd, és egyszer csak látom, hogy folyik a szájából a leves kifelé. Akkor ugye az a pillanat, amikor ez megtörtént. Ezt igyekezzünk megjegyezni, fölírni, mert ott idegességünkben ilyenkor az időérzékünk is elvész, a percek azok óráknak tűnnek, tehát jó, hogyha ezt tudjuk dokumentálni, vagy valamihez kötni, bármilyen bután is hangozzék, mi amikor ugye kérdezgetjük, hogy mi történt, mikor történt. Ugye órát ritkán, nem mindig úgy nézik az órát, de érdekes, de tényleg így van, hogy mi ment akkor éppen a tévében. Épp akkor kezdődött a híradó, akkor ért véget a híradó, akkor kezdődött az ő sorozata, mert ugye a idősekről van szó gyakran, és ők bizonyos sorozatokat néznek, és tényleg ehhez mi tudjuk kötni ezt az időt, hogy akkor most mikor kezdődtek az ő panaszai. Vagy mikor volt az az utolsó állapot, amikor még biztosan nem volt panasza. Ugye amikor rátalálunk valakire, mert nem biztos, hogy a szemünk láttára történik, hanem egyedül élő
hozzátartozónkat meglátogatjuk. Még 10 órakor beszéltem vele telefonon, akkor még semmit nem mondott. És tudom én, ebédkor mentünk, hogy visszük neki az ebédet, délben vagyunk, és akkor már úgy találtuk meg. Akkor az, amit mi biztosan tudunk, hogy 10 órakor beszéltek vele telefonon, még akkor nem volt semmi baj, és a kettő között feltételezhetően, de akkor már is a kórháznak ez egy nagyon nagy segítséget fog jelenteni, hogy leszűkítettük ezt az időt. Az ébredési sztrókoknál, amikor reggel úgy kell föl, hogy már nem tud fölkelni, mert ezekkel is gyakran találkozunk, hogy este lefeküdt, nem volt semmi baj, és akkor reggel azért mennek be a szobába, mert már ki szokott jönni, már főzi a kávéját. És most az nem történt meg, nem jött ki reggelezni. Miért nem jött ki? Bemegyünk, és látjuk, hogy nem bír fölkelni, lóg a szája, föl se bír kelni. Akkor ami segíthet nekünk, hogy nem hallottuk este mocorogni, nem ment ki pisilni, nem ment ki valahová, nem ment ki inni. És akkor ez megint fontos a kórháznak, hogy mikor lehetett, hogy igen, ő még éjfélkor még kiment.